Meghozta a gyümölcsét a közös magyar lista, idén ugyanis győzelmet tudott aratni az erdélyi magyarság. Így értékelte az idei évet Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke. A helyhatósági és a decemberi parlamenti választáson elért jó eredmény az RMDSZ és az MPP közötti észszerű megállapodásnak köszönhető, nyilatkozta évértékelő sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt. A két politikai alakulat növelni tudta mandátumainak számát, de az együttműködés nyertese főként a magyar közösség. 2016-ban az erdélyi magyarok nyertek. Még akkor is, hogyha időnként ugye nem feltétlenül érződik ez az eufória, a közhangulaton van baj elég, ahogy mondani szokták, ugye, de egyértelműen a választások tekintetében elmondható az, hogy 2016-ban sikerült az érdekképviseletet megerősíteni, úgy az önkormányzati választásokon, mint a parlamenti választásokon. Bíró Zsolt továbbá hangsúlyozta, az MPP javaslatára Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel abban állapodtak meg, hogy heti rendszerességgel egyeztetnek a különböző kérdésekben, hogy a Magyar Polgári Párt választási programpontjai is szerepet kapjanak a törvényhozási tevékenységben. Úgy értékelte, a szakbizottságok révén az RMDSZ és az MPP akár a mérleg nyelve is lehet a magyar érdekképviselet erősítésében.